sikerült megkapni az italokat, ugye? Én nem akarom lontani az Ingenskert üzletét, de eszembe jutott egy történet, és ajánlom, hogy azért erre tessenek figyelni. Az alkoholista elmegy az orvoshoz, és mondja, hogy borzalmasan fáj az oldala. Az orvos megvizsgálja a jobbról, megvizsgálja a balról, mondja neki, hogy hát van egy jó, meg egy rossz hírem, melyiket mondjam előtt? Hát mondja a rosszat. A rossz az, hogy ki kell venni a féltüdejét. És akkor mi a jó? Hogy el fog férni a mája. A következő produkcióhoz semmit és semmit nem kell megoperálni. Molnár Kati!
szerepelnek, mert azok elkészülnek, hogy itt vannak. Német Anna, aki 35 éves jubileumát ünnepelt a pályán. Mellette Vas Varga László, állami díja. Köszönjük, a többiekkel meg mindjárt találkozni fognak. Kihagytam valakit? Nem? Na, akkor látok mindenkit, akkor jó. Az a legritkábban fordul elő viszont, hogy egy művész eljön, és utána feljön a dobogóra, és még produkciót is mutat be. Pedig most így történik. Van egy kedves vendégünk, Gede László alezredes úr, aki a székesfehérvári, mondom pontosan, székesfehérvári katonazenekar karmestere, vagy ex-karmestere. És köszönettel rávettünk, hogy most valami nagyon szépet mutasson be. Péter átadja neki a hangszert. Gede László! Kedves vendégem, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Engedjétek meg, hogy Brahms 5. magyar táncát elzongorázzam, és ezzel megtiszteljem a jelenlévő Erzsébeteket és Katalinokat. Köszönöm szépen! Thank you.
Oh,
Ha lesz hozzá ott, akkor talán el is kezdve.
Már hozzáteszem, hogy Péternek ez nem kéne. Mindig a vége szokott jól lenni. Yeah.
akkor azt kérdezem meg, hogy szület mi a kedvenc városom? Szentendre. Hát mi? Hajdúszoboszló. Bolondvár. Tahitócfalu. Debrecen. Debrecen. Budapest. Hát meg kell mondjam, az én kedvenc városom, ezt mindenhol el szoktam mondani, az is, de leginkább Hajdúszoboszló. A szívem közepe Hajdúszoboszló, méghozzá három dolgért szerepel a Hajdúszoboszló. Az egyik, amiért szeretem Hajdúszoboszlót, az természetesen a fürdő. Aki oda elmegy, a béna is, mankóval is, de mankó nélkül fog távozni, ha nem vigyáz a mankóját. A másik, az a, amiért szeretem Szoboszlót, az a kiszolgálás. Oda, ha bemegy bármelyik üzletbe vagy vendéglátó helységbe az ember, akkor a legudvariasabbak, ott nem eshet meg az, mint az erdei csemegeboltba, hogy bemegy a nyuszika és azt mondja, hogy kérek egy kiló kenyeret. Ha megy a pult mellett, rászól, hogy te nyuszika, hát az kilóra megy. A nyuszika ki, 10 perc múlva visszamegy meg, de kérek egy kiló kenyeret. Egy liter kenyeret, mutaságot beszél. A medve megint mérges, a nyuszi el. Harmadszor is ugyanezzel a butasággal keresi meg, kérek egy liter kenyeret. A medve dübegorul megfogja a nyuszit, és beteszi a pult mögé. Na most én leszek a vevő, és megmutatom, hogy mit kell csinálni. Kérek egy liter kenyeret, mondja a medve. Nyuszi ránéz ártatlanul. Üveget hoztál? Nem utolsó sorban Hajdúszoboszlót azért szeretem, mert él ott egy kiváló énekes pár, Szabó Eszter, és a bankrotista életműdíjat, Dragán Lajos. Most ők születtek. Jó estét kívánok, nagyon szeretettel köszöntöm kedves minnyájukat, a Dunaújvárosiakat külön. Először is, mert ők már, hogy ez egy kicsit hangunk, azért is beszélgetek. Tehát még annak idején, amikor a Szloboda Gyuri bácsi még szegényként élt, jó párszor jártunk ott Dunaújvárosban, és hát nagy öröm újra veletek, önökkel találkozni. Hát a szentendreiekről nem mondok semmi, hogy mondjam, újat, mert hogy a szívem csücskei, második csücskei, mert hogy az én drága fiam ott tanít klarinétot a zeneiskolába, illetve hát ezek a nagyon jó emberek oda járnak Hajdúszoboszlóra, és hát évente legalább kétszer találkozunk, így van a Barátság Hotelbe. És hát most azért megint csak elmondom, hogy nagy öröm volt számomra, amikor itt megláttam három kedves vendéget, illetve négyet, mert a szülőfalumból származnak ők is, bár itt laknak Budapesten, és megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, és azért csak elmondom a szülőfalumnak a nevét, Sárét udvariban születtem, és köszönjük! Régi kedves ismerőseink itt vannak, és annál is inkább köszöntöm őket, mert az egyik Katika. És most volt Katalin napja, illetve a nővér 85 éves, ez meg kell lesnem egyébként, Tótné Aranka, 85 éves születésnapját ünneplik. Isteni ötesse nagyon-nagyon sokáig, és találkozunk még sokszor, nagyon sokszor. És természetesen minden kedves kollégámat, székesfehérváriakat, a kedves falmester urat, legalább 20 éve nem találkoztunk,
Az egyik CD-nknek az anyagát ő zongorázta föl, ő csinálta meg, és nagy öröm számomra. Illetve hát minden kedves kollégát, hát nagyon-nagyon örülök Melindának. Hát biztos van 15 éve, hogy nem találkoztunk. Hát a Pálmával találkoztunk nem túl régen Csíkszeredán, amikor is a Lajos átvette az életműdíjat. És hát ugye a Pék Laci, hát nagyon-nagyon régi kedves kollégát. És hát a Német Annával is nagyon sokszor találkozott Hajdúszoboszból, és ott ülünk a vízbe, és oda jön, hogy ti is itt vagytok. De egyébként mindenkit, tehát nem akarok senkit kihagyni. Nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagyunk. Még soha nem jártunk itt ebben a Ingyenc kertben, de hát én látom, hogy nagyon jó a hangulat, és köszönöm Katona Andrásnak, hogy itt lehetünk. Köszönöm, hogy itt vagy. És hát remélem, hogy találkozunk még nagyon-nagyon sokszor, kivel itt, kivel ott, és hát szeressék a magyar nótát nagyon-nagyon, én azt gondolom, hogy ez a fő dolog. És hát köszönöm szépen először is Kórodi Péternek, akivel túl próbáltunk magunkat. Igaz? Hát megnéztük az első sort, de hát majd mindjárt meglátszik, hogy ilyen, mennyire sikerül. És akkor én a következő dallal minden születésnapos, névnapost és mindenki mást köszöntök. Ablakodnál, a rémodhoz vagy jár.
Thank you.
Nagyon rövid kis történetet megengedett, hogy annak idején még egy pártállamban történt. Fiatal ember hazajön a munkából 2 órás késéssel, szeme alatt hall a hatalmas monokli, felesége, hát te hol az Isten csodájában voltál? Hol volt a pártaggyűlésen? Jó, hogy de ott szedted össze a monoklit? Igen, képzeld el, hogy ott. Mellettem ült a nagyseggű Kovácsné, megkérdezték, hogy ki akar hozzászólni, jelentkezett, felállt, és a feneke becsípte a szoknyát. Én megfogtam, azt kihúztam. Na hát ezt nem szerette a Kovácsné, visszafordult, és egy hatalmas pofont lekavar. Hát ennyiben maradt a dolog, egy negyed év múlva megint 2 órás késéssel jön haza a fiatalember, másik szem alatt hatalmas monokli. Na azt nem mond már, mondja a felesége, hogy megint pártaggyűlésen voltál. Hát pedig ott voltam. Képzeld el, megint a nagyseggű Kovácsné mellett ültem, megint megkérdezték, hogy ki akar felszólalni, de jelentkezett, megint felállt, és megint becsitta a fenekarszoknyát. Ez a hülye horvát a túlsó oldalon megfogta, azt kihúzta neki. Na de én tudtam, hogy ez nem szereti a Kovácsné, én megfogtam, azt visszanyugtam. Szeretettel a következő nótákat is énekeljenek vele. Nem hiszek a szerelemben, hogy örökké tartson. Nem hiszem, hogy sírni Nagyon megy.
Biztos tudja, hogy tényleg olyan jó ez a víz a reumára. Én is megmondhatom, hogy nagyon jó. Én is itt kaptam meg. Hölgyeim, uraim,
engedjék meg, hogy az én főnökömet beszólítsam. Szabó Eszter. Én azért szeretek menni műsorozni egyébként, mert ilyenkor mindig főnöket nevez. Ha hazaérünk, bemegyünk a kapun, azt mondja, átveszi a hatalmat. Tehát itt nagyon jól érzem magam addig mindenképpen. És hát ugye a lakodalomról szólt, hogy felette a régit. Hát itt vagyok mellette. Nem olyan túl rég, csak 27 éve. Mit kell szenvedni egy férfinak? És hát akkor ennek apropóján egy nagyon szép idevágó dalt fogunk énekelni. Oly régen szeretném elmondani néked, amit irántad szívem mélyén érzel. Hiába minden csak nincs elég szó arra, legyen minden boldog évért lábad elé szórva. Egy szál piros rózsa, 25 szál rózsa, köszönje meg néked, a melletted töltött szép 25 évet. Hogyha élt és bánat, ne gondolj most rája, hisz nem a rózsa szúr, mindig csak az ága. Édesanyám, kedves anyám,
Yeah.
Szabó Eszter! Köszönjük a tapsokat, köszönjük, hogy velünk együtt énekeltek, hogy jól érezték magukat. És most búcsúznak önöktől a műsor szereplői. Koródi Péter! Kócsvalli László! Ennél szebb szó, hogy szeretem.